Ma este, ha lehet így mondani, bár nem szeretem a nagy szavakat, minden idők második legjobb magyar filmjét fogják látni, Makkároly Szerelem című alkotását, amely a milleniumi közönség szavazáson érte el, Holtversenyben ugyan, a Szindbád filmmel ezt a tisztes helyet. Az első, azt ugye mindenki tudja, ez a Szegény legények volt, úgy látszik csak ez, mindig elmondom rossz poén, hogy az S betűvel kezdődő címeknek valami különleges előnye lehetett a filmkritikusok körében. Minden nagy filmnek valami külön krónikája van, külön története, és ha egyenként nézzük az alkotókat, és belemerülünk a műveikbe, akkor sok minden érdekességet el lehet mondani, mielőtt találkoznánk a filmmel, amelyel ugye jut jó néhányan, különösen gondolom az első sorokban ülő középiskolások talán először találkoznak. Déri Tibor írta, az ő két novellája alapján készült a mű. Az a Déri Tibor, és azért kell ezt elmondani, aki háromszor is állt bíróság előtt, három különböző, nem ország, hanem három különböző politikai rendszer bírósága előtt, ezzel először 1918-ban, még az Osztrák-Magyar Monarchia idején egy nyugatban megjelent kisregényét találták szemérem sértőnek, aztán a felsőbb bíróság fölmentette őt. 1938-ban a Horthy korszakban André Gide, francia író, Szovjetunióban tett utazásáról írott naplójának magyar fordítása miatt ítélték el 2 hónapra. Most nem tudom pontosan, hogy ezt leülte-e, vagy pénzbírsággal meg lehetett váltani, de hogy az 50-es években ült, az egész biztos. 1957-ben letartóztatták, és 9 évi börtönbüntetésre ítélték, amelyből 3 évet le is töltött. És hát nem utolsó sorban a nemzetközi tiltakozás hatására kapott rendkívüli amnestiát 1960-ban. Olyan nevek jártak közben érte, mint a friss Nobel-díjas Albert Camus többek között. Hogy miért ült Déri, hát ez ebből a filmből nem derül ki, de a szerelem története erről szól. Lábjegyzet, zárójel, hogy azért, mert úgymond részt vett az ellenforradalom szellemi előkészítésében. Ugye nem akarok történelemórát tartani, de hát ismert, hogy voltak 1956-ban Petőfi körben más helyen viták, nem csak az újságírók, az írók is írtak cikkeket bele, jó értelemben használom ezt a kifejezést, beleártották magukat a politikába, Déri Tibort ezért büntették ilyen súlyosan, és a börtönben ugyan eleinte nagyon depressziósá vált, de munkába menekült, mert többek között ott írta meg szerintem az egyik legjobb regényét, a G.A. úr X-ben című, hát ma fantasy történetnek mondanák, van benne valami, egy meg nem határozott helyszínen játszódó, elég lidérces, nem börtönben, hanem egy olyan valóságban, amely akkor még nem létezett a világon, játszódik a története. Amikor ő kiszabadult, írt 2 novellát, ebből készült a játékfilm, az egyiknek az a cím, hogy Szerelem, a másiknak az a cím, hogy Két asszony. És amit itt látni fognak, az valóban megtörtént ő vele, hogy az édesanyja úgy hunyt el, hogy a fia nem lehetett ott a halálos ágyánál, mert éppen a börtönben ült. És akkori harmadik felesége, aki mellesleg szintén színésznő volt, egy aránylag nem túl ismert és népszerű színésznő, aki miatta abba is hagyta a pályáját, Kunsági Mária, Böbe néven szerepel a leírásokban, járt és közvetített és hazudozott a mamának, hogy a fia mit csinál közben, amit itt majd látni fognak. Ebből a két történetből először Déri azt mondta a rendezőnek, Makkárolynak, hogy ez lehetetlen. Hát egyik történetben gyerek van, egyik nőnek hosszú a haja, a másiknak nem. Szóval ne törődj vele, a film az egészen más, és azzal lepte meg az egyik 60-as évekbeli karácsonyon, a Déri az író, Makkárolyt, akit korábbról már ismert, mert ez külön történet, hogy hát Déri Tibor írásaiból már az 50-es években készült film, játékfilm, hogy tessék, becsöngetett, hogy tessék, itt a forgatókönyv, megírtam. De hát ennek nem volt sima útja. Gondolják el, hogy a 60-as évek közepén, a Kádár korszaknak úgymond idézőjelben a fénykorában valami arról szóljon, hogy a Kádár korszak börtönében írók, értelmiségiek és más foglalkozású emberek ültek. Hát ezt nem igen szívesen vette a politika, úgyhogy
Mac ugye minden évben beadta, beadogatta a forgatókönyvet a stúdiótanásnak, és egyszer rámosolygott a szerencse, 68 körül, 68 után azt mondták, hogy na jó, ha ennyire akarod, akkor csináld meg. Jó értelemben összeállt Tóth Jánossal, akit én azért szerettem volna itt vendégül látni, mert ő hát egyrészt egy élmény maga a figura, az ember is, de ő a magyar operatőrök különce, olyan, majd látni fogják, olyan fantasztikus képi világot tud teremteni a szövegtől, cselekménytől, történettől függően, ami szinte önálló életet él. Ha valakinek eszébe fog jutni, miközben nézi ezt a filmet, hogy ez picit olyan, mint a Szindbád, olyan hangulatkép, fekete-fehér a film természetesen, illetve hát nem természetesen, mondjuk a Szindbád előtt készült, és tényleg azt mondta a Felliniék, mondták azt hiszem, hogy a 8,5, az ő híres filmje, a fekete-fehér film utolsó diadala, a színes film diktatúrájának a kezdete előtt, hát ez is efféle diadal, mielőtt a színes film mindent elsöpört és le győzött, nyűgözött volna, egy olyan fekete-fehér képi világot teremtettek, ami rendkívüli, és külön, mit tudom én, fotóalbumban ki lehetne adni egyes képeket, különösen olyan képeket, ahol nincs ember, hanem tárgyak vannak, a múltnak az emlékei jönnek elő. Szólni kell a színészekről is, mert már ez is anekdotikus történet, hogy hogyan jutott hozzá a három főszereplőhöz. Töröcsik Mari az majdnem evidens volt számára, az egyik női főszereplő, de sokáig nem talált alkalmas színésznőt az anya szerepre. És ez egy komikus történet, hogy ő látta valamikor régen, fényképen Bertolt Brecht özvegyét, Helene Weigelt, aki egy híres, világhírű színésznő volt, és azt gondolta magában, na ez az az öreg asszony, a kemény, gonosz, karakán, idős hölgy. És ha megszervezték, elment Berlinbe, és elvitte a forgatókönyvet, a német lefordított forgatókönyvet, és bement a Helene Weigel öltözőjébe, ami aktív színésznő volt akkor, 1969-ben. És így meséli a mag, hogy ránézett, és azt mondta, hogy Úristen, ez egy boszorkány, őt én nem tudom használni, hogy hogyan tudok ebből kisétálni, ebből a felkérésből, úgy, hogy ne legyen belőle sértődés. Szerencsére Helena asszonynak nem tetszett a forgatókönyv, udvariasan visszautasította a kelet hozzá képest fiatal kelet-európai rendezőt, és így került a filmbe Darvas Lili, Molnár Ferenc egykori felesége, aki a 60-as években már játszott itt. Talán az idősebbek láthatták őt a Körúti Madárszínházban Molnár Ferenc olimpiájának egyik főszerepében. És hogy milyen ragyogó teli találat, az rajta van a vásznon. És Darvas Iván is majdnem véletlenül került bele a főszerepbe, mert kapaszkodjanak meg, Mag Károly olyan arcot szeretett volna a férfi főszerepre, akit nem nagyon ismertek, hogy nem egy ismert színész, sőt nem színész. És Hankis Elemérrel, társadalomtudós, szociológus, a TV egykori elnökével is folytatott tárgyalásokat, és csak azon múlott, hogy a Hankis Elemér azt mondta, hogy ő ezt nem meri vállalni. És akkor bejött a képbe egy Pálos György nevű, alig ismerik, az egyik legszebb hangú magyar színész, férfi szépségnek is mondható, aki hát Mag Károlynál már játszott, de ő közben meghalt. És így jött Darvas Iván, akinek az amellett, hogy egy, hát mekkora színész, azt talán nem kell ecsetelni, az az előnye is megvolt, hogy ő bizony ugyanúgy ült ott, abban a börtönben, vagy nem abban, bocsánat, mert a déri az Vácott, meg Márján Osztrán ült, Darvas Iván meg a központi gyűjtőfogházba, ellenforradalmi cselekményekért, kevesebbet, mint Déri Tibor, de a színészi pályára, hát ez a különbség, az író a börtönben is ír, a színész az ott legfeljebb alkalmi csoportban játszik, de utána évekig segédmunkás volt, vidéken játszott. Erre a szerepre predesztinálva volt, és ez is egy másik sztori, ő mesélte el, hogy mikor forgattak, találkozott azzal a Schmasserrel, aki annak idején őrizte. És elküldte kávéért. És a figura, az ember most nem értette, hogy milyen világ van kint, hogy ő hűségesen szolgálja a magyar fegyverrel, vagy anélkül a magyar népköztársaságot, ez az alak itt ellenforradalmán volt, itt ült, és akkor most idejön, és színészkedik, és őt elküldi a büfébe. És ezt meg lehet csinálni. Még egy sztorim van, és aztán a film után majd beszélgessünk. Nem is sztori ez igazán, hanem hogyan fog ki az okos rendező a cenzúrán.
Ugye az volt a kívánság a forgatókönyvben, ez a Kádár börtönében játszódik, de nem engedték, át kellett tenni a történelmi időt a Rákosi rendszerbe. Hogy ez bizony, hát akkor is ültek természetesen, hogy ez bizony akkor játszódik. Mit csinál az okos rendező? Meg kéne állítani a képet annál a jelenetnél, de ha jól figyelnek, észre vehetik, hogy mikor kiszabadul Darvas a börtönből, téblából az utcán, és van egy ilyen hosszú hirdetési fal, letépet korabeli plakátok, és hosszú padokon ülnek az emberek, szerintem az egykori Kádár utcai villamos végállomás, ebben nem vagyok biztos. Kép előterébe ül egy néni, és mellette a padon egy összehajtott esti hírlap van, el lehet olvasni a címét. Na most, az esti hírlapot 1957 óta adják ki. Na, hát itt volt a trükk, itt a csel, a figyelmeztetés, hogy ez nem akkor történt valójában, amikor a film szerint látszik, hanem jóval később. Így fog ki a rendező a cenzúrán. Köszönöm szépen, és akkor utána már nem csak én fogok beszélni.